Múlt vasárnap kezdődött Nagyszebenben a 12. Ars Hungarica Fesztivál, melynek a mai utolsó napján még mindig számos program várja az érdeklődőket. Az összefoglalón következik erről a fesztiválról. A Szebeni Híd Egyesület idén 12. alkalommal szervezte meg az Ars Hungarica Fesztivált. A magyar kultúra értékeinek közvetítésére és a közösségépítésre összpontosító rendezvény idén is változatos programmal várta a helyieket. 2006-ban kezdődik a történetem, amikor az Európa Kulturális Fővárosára készülve a multikulturalitás nevében, tehát a magyar kultúra nevében létrehozott a Híd Egyesület egy olyan fesztivált, ahol a magyar közösség, a magyar kisebbség is megszólaljon az ő nyelvén, illetve az ő kulturális nyelvén. A szervezők több gyermekműsorral, családi koncertekkel, báb előadásokkal is igyekeztek a legfiatalabb generációt megszólítani. Az evilági alapvető küldetése az, hogy eljutni minél több erdélyi magyar emberhez, révén, hogy mi magyarul énekelünk, és ennek egy fontos állomása a szórvány. A város híres szülötte Borsos Miklós szobrászművész, aki 14 éves koráig itt élt, és a nagyszebeni évek meghatározták egész életét. A fesztiválon mutatták be a Szerelmem Nagyszeben című könyvének román és német nyelvű fordítását, melyet a Szebeni Híd Egyesület adott ki. Kós Károly a híres és gyönyörű tornyait innen hozta, a szebeni tornyok ihlették meg. Borsos Miklós pedig nyilatkozza, mondja, írja, hogy egész életét Nagyszeben hatotta át, és az itteni emberek szorgalma, tisztessége, tisztassága, becsülete. A fesztiválon a kiállításoknak fontos szerepe van, hiszen ezek hosszabb ideig látogathatók, és akár szélesebb közönséghez is szólhatnak, mint a nagyszebeni polgármesteri hivatalban megnyílt Magyar Fotóművészek Világszövetségének kiállítása is. Nagyon fontosnak tartom ezt a fesztivált, és minden 2-3 nyelven folyik, tehát aki akar, az be tud kapcsolódni, és anélkül, hogy egymás kultúráját ismernénk, nincs együttélés, és semmi nincs, nincs béke, és nincs szeretet. Évről évre egyre többen jönnek el, és egyre jobban kedvelnek minket. 12 év után megtaláltuk a hangunkat, amin megszólaljunk a városban, hogy itt van a magyar közösség is, és bemutatkozunk az Ars Hungarica kulturális fesztivál által.